Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Demeter Márta, független országgyűlési képviselő, kezi csokolom, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Meddig mondhatjuk még a neve után azt, hogy független országgyűlési képviselő? Nincsen semmilyen változás az országgyűlési státuszomban, úgyhogy még mondhatjuk. A hölgyek mindig népszerűek, de egy politikus hölgy, akkor hogyha független, akkor még népszerűbb. Több párt is nagyon pedálozik, hogy csatlakozzon hozzájuk. Ugyan ön mindenhol elmondja, hogy az állapot továbbra is ugyanaz, továbbra is független. Hogy fogadja ezt, hogy tudja feldolgozni? Természetesen vannak beszélgetések, ez egyértelmű, és nagyon jó együttműködések alakultak ki egyébként parlamenti pártokkal és parlamenten kívüli pártokkal is természetesen, és hát nagyon sok civil szervezettel, úgyhogy én magam természetesen a munkára koncentrálok, és nyilván arra, hogy ezeket az együttműködéseket erősíteni lehessen. Én nagyon örültem neki egyébként, hogy ez ilyen jól alakult az elmúlt hónapokban, és pozitívak a tapasztalatok. Ha most borítékolni kéne, akkor 2018-ban az országgyűlés pacsoraiba találjuk Önt? Természetesen vannak politikai ambícióim, ez egyértelmű, hogy ez pontosan hogyan néz ki, ez ki fog derülni, és nyilván nagyban függ majd az országgyűlési választás eredményétől is. Én azt gondolom, hogy itt elsősorban nem pozíciókról kell beszélni, hiszen pontosan ez az, amiről egyértelműen látszik, hogy az embereknek ebből elegük van, hanem jelen pillanatban a kemény ellenzéki munkára koncentrálni, arra koncentrálni, hogy olyan hiteles együttműködés alakulhasson ki hiteles szereplők között, amely tényleg meg tudja valósítani az Orbán kormánynak a leváltását, és legalább ilyen fontos az, hogy kialakítsunk egy olyan víziót, hogy hogyan fog kinézni Magyarország 2018 után, hiszen rengeteg teendő van ténylegesen az élet minden területén. Akkor, ha jól értem, akkor listázzuk azokat, akikkel nem folytat megbeszéléseket. Ha jól értettem, akkor az Orbán kormány politikai pártjaival nem. Természetesen nem. És hogy állunk a Jobbikkal? Elképzelhető-e, hogy Demeter Márta csatlakozik a radikális Jobbikhoz. Mint szójára. Tehát akkor már ez a három párt ki van véve, és azok a radikális pártok is, akik most alakulnak és indulnak 2018-ban. Természetesen én is hallok ilyen híreket, aggasztónak is tartom. Ön egy nagyon fontos bizottságnak a tagja, annak ellenére, hogy független országgyűlési képviselő, ez a Nemzetbiztonsági Bizottság. Ennek azért maradhat tagja, mert korábban az volt, vagy... Jelenleg nem vagyok tagja egyébként a Nemzetbiztonsági Bizottságnak. A kilépésem előtt a Külügyi Bizottság tagja voltam, és azt követően pedig a Költségvetési Bizottságba ültem át. És hát természetesen, mivel a fő területem elsősorban ugye a biztonságvédelem politika, ezért folyamatos résztvevője vagyok a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság üléseinek, illetve hát a Nemzetbiztonsági Bizottság üléseinek, már amennyiben tart ülést a Nemzetbiztonsági Bizottság. Ugye látjuk, hogy a fideszes képviselők rendszeresen szabotálják. Mindent megtesznek azért, hogy végül is a bizottság összeüljön. Van erre remény? Azt gondolom, hogy igen. Egyébként egy nagyon abszurd helyzetet láthattunk az elmúlt alkalommal, hiszen egy hétfői napra ugye ellenzéki képviselők összehívták a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését, rendkívül fontos témákat kellett volna átbeszélni és választ kapni, mind a kormánypárti képviselőktől, mind a minisztérium és a nemzetbiztonsági szolgálatok képviselőitől. A fideszesek elszabotálták ezt az ülést, ezt követően viszont másnap délután, következő nap reggelre pedig villámgyorsan összehívták, tehát amikor az érdekük éppen úgy kívánja, hogy éppen egy közbeszerzés arról kell napon mentesíteni, akkor összehívják azonnal az ülést. Én ugye nem vagyok tagja a bizottságnak, tehát de ön beülhet, kivéve, hogyha zárt ülés. Én ebben ülés a propaganda történetben akkor nem vettem részt, hiszen ugye nem vagyok tagja. Természetesen amennyiben az ember tagja egy bizottságnak, kutya kötelessége ott lenni, azt kell mondjam, ezért a fideszes képviselők ott kellett volna legyenek az azt megelőző bizottság. Nézzük a procedurát, hogy nézőink megértsék. Ön, mint egy mezei országgyűlési képviselő, egy bizottság ülésére beülhet, kivéve, hogyha nem zárt ülés, ugye?
Így van, egyébként jó magam részt vehetek zárt ülésen is, hiszen rendelkezem a megfelelő nemzetbiztonsági átvilágítással ehhez. Csak viszont nincs szavazati joga. Így van, ilyenkor az embernek nincsen szavazati joga, amennyiben nem tagja a bizottságnak. Nagyon abszurd helyzetet alakított ki az Orbán kormány, ugye egy új házszabályt alkottak meg, bár ez nem nevezhető alkotásnak 2014-ben, és ezt követően már mindig szavaznia kell a bizottságnak arról, hogy egy olyan képviselő, aki egyébként nem rendes tagja a bizottságnak, beülhet-e. Nyilvánvalóan ezzel is rengeteg visszaélés szokott lenni, és hát a kormánypárti többség sokszor így próbálja megmenteni magát a kellemetlen kérdésektől, de az egyértelműen bebizonyosodott, hogy vannak bizonyos parlamenti eszközök, amiket kell alkalmazni, és ki kell meríteni, úgymond, viszont nagyon sok lehetősége van egy képviselőnek kideríteni bizonyos információkat, amiket el akarnak titkolni a nyilvánosság elől, más eszközökkel. Tehát ugye vannak írásbeli kérdés lehetőségek, van iratbetekintésnek a lehetőség és módszertana, amit egyébként előszeretettel szoktam alkalmazni. Tehát a végeredmény az, hogy bár lehet, hogy nagyon hosszas folyamat, de ettől függetlenül végső soron nem tudnak elfutni a kormánypárti képviselők. Ha mérleget kéne vonjan, akkor mikor volt aktívabb, addig, amíg a szocialista párt berkein belül politizált, vagy azóta, mióta független? Én azt gondolom, hogy folyamatosan egy nagyon intenzív munkára törekedtem. Talán az is jobban, egyrészt talán ez most jobban látszik, ez az egyik dolog. A másik az, hogy nyilvánvaló, hogyha nem belső szervezeti kérdésekkel megy el az idő, hanem az ember tud ténylegesen a munkára koncentrálni, akkor az mondjuk nagyon sokat segít a dolgon. A másik pedig az, hogy azzal, hogy tényleg széles körű együttműködések alakultak ki, ahogy mondtam, ugye pártokkal is, és civil szervezetekkel, nyilvánvalóan ez is egyébként hozzátesz ezekhez az eredményekhez, hát nyilván igyekszem a maximumot teljesíteni. Hol tart a tanulmányaival? Sajnos most nem tudtam folytatni, doktori iskolát terveztem elkezdeni idén ősszel, ugye az elmúlt fél év az rendkívül sűrű volt, úgyhogy sajnos nem tudtam erre koncentrálni, de természetesen fogom folytatni a tanulmányokat, hiszen ezen a biztonság és védelem politikai területen azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges, és én támogatnám azt, hogy a képviselőknek, és egyébként akik ezen a területen mozognak, minél nagyobb felkészültségük legyen a témában. Tehát nyilvánvalóan egy politikusnak soha nem a szakma helyett kell megmondani azt, hogy mi a megfelelő szakmai megoldás. De legyen egy átfogó kép, és egyébként ebben most nyilván nem megyek bele a részleteibe, de volt konkrét törvényjavaslat is, amivel igyekeztem ösztönözni azt, hogy legyen egy alapvető képzés azoknak, akik Nemzetbiztonsági Bizottságban, Honvédelmi Rendészeti és Külügyi Bizottságban. És ha lett volna ideje, akkor hova iratkozott volna be doktori iskolára most? A hadtudományi doktori iskolán szeretném folytatni a tanulmányokat. Most ez nyilvánvalóan csúszni fog, de jövő évtől ez mindenképpen fontos. Nem lehet megkerülni, hiszen egy olyan pártnak volt a tagja, és itt van egy betolakodó terrorista legyünk. Légy a falon, igen. Igen, ez biztos a... Na, majdnem mondtam, hogy milyen hatóságok küldték ránk. Talán jobb, mint a poloska. Én valami egészen másra gondoltam, a Közel-Keletről valami felszabadítási front, de hagyjuk, mert nem leszünk piszik. Tehát ön szeretném válaszolni arra a kérdésre, hogy mi van azzal a pártal, aminek a tagja volt. Én hoztam egy döntést a kilépés után, hogy belső ügyekről nem fogok beszélni. És igen, de az ország jövőjét ez nagyban befolyásolja, hogy a demokratikus ellenzék tagjai között van egy olyan párt, hogy szocialista párt, ami úgy tűnik, hogy most osztódással lassan a megszűnés felé halad. Ez nyilvánvalóan ki fog derülni, hogy egyébként mi történik ebben a dologban. Azt gondolom, hogy ténylegesen a belső ügyekkel egyáltalán nem kell foglalkozni. Ezt látom, hogy a választók erről pontosan elmondják a véleményüket, hogy mit gondolnak arról, amikor belső harcok. Azt akarja mondani, hogy azokkal az emberekkel, akivel együtt politizál, azokkal most nem beszélget a parlament folyosán, most szünet van, most nem. Nem tartjuk ilyen formán a kapcsolatot. Ami a... Örök hari az egész párt. Nincs öri hari, én ezt a dolgot lezártam, és természetesen a munkára koncentrálok. Az, hogy ők a belső ügyeiket egyébként hogyan oldják meg, vagy megoldják-e egyáltalán, azt gondolom,
hogy indiferens, akár még a közvélemény számára is az lehet. Ami a jövő szempontjából fontos, és ennyiben egyébként nyilvánvalóan az MSZP-nek van hatása az ellenzéki térfélre, az pedig az, hogy sajnos látszik egy olyan folyamat, hogy azon túl, hogy belső harcok vannak, azon túl ezt több esetben akár exportálják az ellenzék többi részére. Na most ez az, amit nem szabad megengedni, és aminek ténylegesen megállt kell parancsolni, és ilyen esetekben kell azt gondolom megszólalni. Én is ugye hoztam egy döntést, belső ügyeiket én nem minősítem egy pillanatig sem, ezt az ő választói szerintem egészen pontosan megteszik. Amennyiben olyan eset van, ami az ellenzék mozgásterére van hatással, akkor pedig igenis fel kell szólalni, és igenis ezt el kell utasítani. Én jó magam egyébként egy ilyet ugye a plakáttörvény körüli hatalmas herceghurca és botrány kapcsán tettem meg. Ez világos, de ön sem vak, és hallja azt is, hogy mi történik. A Párbeszéd miniszterelnök jelöltje népszerűbb egybehangzóan a közvéleménykutatók szerint, mint az ön pártjának a miniszterelnök jelöltje. Nem volt az én pártomról beszélni. Igen, elnézést. Volt pár, nehéz még múlt idebe beszélni erről. A választók fognak dönteni, és nyilvánvalóan az, hogy az MSZP milyen politikát követ, ki a jelöltje, ez egy teljesen, tehát minden pártnak saját legitim döntése az, hogy kit választ egyébként miniszterelnök jelöltnek. Én azt kell mondjam, hogy az elmúlt időszakban egyébként semmilyen változást nem látok az MSZP-vel kapcsolatban, tehát ugyanazok a dolgok állnak fönn, mint amit én egyébként megfogalmaztam a kilépésemkor, és ezért mondom azt, az hogy az ön távozása sem rengette meg a földet, akkor, és azóta is forog az MSZP-vel. Mármint a föld. Még egyelőre. Azt mondja meg nekem, nyilván, hogy lesz érdemi politikai, tartalmi mondása az MSZP-nek, akkor amit lehet véleményezni, vagy amivel érdemes vitatkozni, akkor nyilván ezt az ember meg fogja tenni. Nézzük, lehet, hogy fog csatlakozni valamelyik politikai párthoz, lehet, hogy nem. Egy biztos, hogy most, ha igen, akkor nem listáról fog bekerülni, hanem megméretteti magát egyénibe. Hol szeretné megméretteti magát egyéni választókörzetben? Pontosan az, hogy egyébként egyéni körzetben indulok el például, az nyilvánvalóan majd ki fog derülni. Most egyelőre nem ez a prioritás. Az tény, hogy hiteles jelölteket kell majd állítani, és egy teljesen új logikán szerveződő választási szövetségre, hiteles választási szövetségre lesz majd szükség. Az, hogy egyébként ebben majd kik vállalnak politikai szerepet, az nyilvánvalóan a következő hónapokban ki fog pontosan derülni, de azt gondolom, hogy nem technikai részletekkel kell foglalkozni, hiszen ugye tanulni kell az elmúlt évek hibáiból, és ugye ez az, ami mindig elvonta a figyelmet, hanem ténylegesen egy megfelelő víziót kell adni az ország számára, egy olyan víziót, és itt nem részletprogramokra gondolok, nyilvánvalóan ez is persze nagyon fontos, de egy olyan komplex megközelítést, hogy mégis hogyan találja meg mindenki a helyét a társadalomba, és hogyan lehet kialakítani azt az előremutató utat, ami alapvetően tényleg a versenyképesség javulásához vezet, igazi, valós bérnövekményekhez vezet, úgyhogy azt gondolom ez a feladat. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és visszavárjuk. Köszönöm és gondolkozzon, hogy legközelebb nem engedem futni. Tudni szeretném, hogy az országnak melyik az a pontja, ahol ön tuti befutó. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Demeter Márta független országgyűlési képviselő volt stúdiónk vendége, akitől megtudhattuk azt, hogy köszöni, jól érzi magát, köszöni, úgy tűnik a volt pártjában még a helyzet változatlan. Nem sikerült megtudnunk, hogy ezek a legendák, hogy az LMP-hez vagy kihez csatlakozik, de hamarosan ez is kiderül. Köszönöm, hogy köszönöm itt volt szépen. Nálunk. És most következik dr. László Imre, a DK egészségügyi politikusa, volt kórházigazgató.